Dunapataiak, tisztelt vendégeink! A Dunapatai Népdalkör és Hagyományőrző Egyesület, valamint a Fényes Csillag Citera Zenekar nevében szeretettel köszöntök mindenkit, aki elfogadta a meghívásunkat ezen a hideg adventi napon. A készülődés, a várakozás felfokozott, reménytelien boldogságos perceiben. Köszönöm, hogy együtt ünnepelhetünk, hiszen közeleg az év legboldogabb napja, a születés ünnepe, a karácsony. Advent, az egyházi év és a karácsonyi ünnep körkezdete. A kis Jézus születésére való várakozás, a szépség, az ünnepre való hangolódás igazi, szent, csendes, meghitt, négyhetes időszaka. Régen az ünnep kezdetét éjféli harangszó hirdette. A keresztény ember számára nem külsőségei, hanem tartalma miatt az év legszebb időszaka. A karácsony Jézus Krisztus születésének ünnepe. Így élik meg 2000 év óta milliárdan. Erőt merítve és erőt adva. Melegség tölti el szívünket az ünnep közelettével, egy-egy pillanatra megállva a rohanó világunkban. A karácsony a megpihenés napja, a befelé fordulási. A család és a szeretet ünnepe. Szenteste elcsendesednek az utcák, a zajos szórakozó helyek, hazatérnek az emberek. Lehet az ember áldozatkép, sőt, önfeláldozó, de igaz szeretet nélkül minden semmit sem ér. Feszített tempójú világunkban megszerethet magának az ember szinte minden, csak éppen szeretetet nem vásárolhat. A szeretet együtt jár a békességgel, a boldogsággal. A szeretetet csak adni és kapni lehet, örökszerző ajándékként. Ma, amikor már a negyedik adventi gyertya melege is betölti szívünket, őrizzük meg magunknak minél többet az ünnepből. Vigyük magunkkal a karácsony fényeit. Építkezzünk évezredes értékeinkből a hétköznapokban is. Fogadják szeretettel Dunapatai hagyományőrző csoportjainak műsorát. Közbenőködő Kiffer András szintetizátoron és Szűcs László gitáron. Egy kis idő lépett a szobában,
mindig van remélem, a nevem remélem. És a kisfiú megtudotta volna a három kívül kertet. A remény lányának soha nem szabad kialakulni. És így a lényám volt, békéjét, hitét, szeretetét és reményét őrizték el mindörökre. Béke. Hit. Szeretet. Remény. Thank you.
Endre, karácsony ideje. Harangcsendő, énekzendő, messze sóba hála ének. Az én kedves kis falomban, karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falomban a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjabb bének. Én kedves kis falunkban hálát adnak a magasság Istenének. Mintha itt lenn a Nagyisten szent kegyelme, súgna, szállna. Az én kedves kis falunkban minden szívben csak szeretett a hitmáma. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja. De jó volna ünnepelni, odagadat. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen, pohászkodni. De jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfelelni. De jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel, a világgal kibékülni, szeretettel üdvözölni. Ha ez a szép reggel igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra. Ez a gyarló ember lenne újra, talizmánya lenne a szomorúra. Golgota nem volna ez a földi élet, egy erőbb annál a nagy mindensége. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi. Imádni az Isten, és egymást szeretni. Karácsony idege, ha valóra válna, igazi boldogság szállna. Thank you.
mely a gyermek születésével tönti be a lelket, a népköltészetben karácsonyra Jézus születésére sűrűsödik össze. A múltban a bibliai történet minden másnál jobban befolyásolja a nép képzeletét. Jézus születésének napja a zenei gazdagságával uralkodik minden másiknek felett. A következőben ebből a zenei gazdagságból hallgassanak meg egy ízelítőt. Először a Fényes Csilla szitereknek előadásában, felkészítőjük Havasító hazávezetésével, majd a Dunapatai Népdalkör és Hagyományőrző Egyesület előadásában, felkészítőjük Szűcs Nép Török hazávezetésével. Fogadják szeretettel!
írásainkban jól eligazodni, ne kellett kevesebbek, mint népünk múltbéli kultúráját kiválóan ismerni. A karácsonyi ünnepkör jeles napjaihoz számos, már-már a feledés homályába vető népszokás kapcsolódik. Ilyenek a lutázás, szálláskeresés, kártálás, legölés, betlehemezés. Ma egy több mint 300 éves hagyományt elevenítünk fel ki, a Dunapatai Művelődési Házban. Ez a népszokás, a kártálás, de ismertek más elnevezések is, mint a fáklizás, mendikálás, angyali igazság. Karácsony vigíliáján, azaz előestéjén, házról-házra járva énekeltek a kártálók. Az énekekhez gyakran kapcsolódtak köszöntők, jókívánságok, ritmusok, az ünnephez kapcsolódó prózai szövegek is. Egy falun belül is eltérhettek a kártálók műsora. Az engedélykérés után az ablak alatt vagy a házban adtak elő egy vagy több éneket, vagy mondták el köszöntőjüket. Ezután valamilyen ajándékot kaptak, melyet megköszönve mentek tovább. Különböző korcsoportok jártak kártálni, délben a gyermekek, délután a fiatalok, és késő este a házas emberek. Ma délután a Művészeti Iskola előképző népi játékcsoportja érkezik Önökhöz, a Dunapatai Népdalkör közreműködésével karácsonyi jókívánságokat mondani. Felkészítő Szűcsné Török Dunam. Thank you.
Szent ünnepen,
egy kis időre, hogy meggyőződhessünk róla, tudunk-e tiszta szívből szeretni, tudunk-e örülni egymásnak, és ha igen, akkor más dolgunk nem lehet a világon küzdeni a legkevesebbért egymásért. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzik önöktől a záróének előtt az est háziasszonya, Süteles Nóra, varázslatos, szeretetteljes, kegyelemben gazdag áldott ünnepeket kívánva minden tudapatainak és a vendégeknek, a Dunapatai Népdalkör és a Fényes Csillag Cicerezenekar nevében. Következzék a hagyományőrző csoportok zárójeneke. Kérem, énekeljünk velük közösen!